A lovasáldást követően a tóparton folytatódott a Szentgyörgy napi program. A kastélytéren sorra követték egymást a hagyományőrző csoportok bemutatói. A tataicelőkék a 10. századi magyarságot próbálták megeleveníteni. Műsorukban a korabeli íjászatot, fokos és szabja használatot is bemutatták. Egy rövid íjászbemutatót, mivel mi a 10. századi magyarságot igyekeztünk megjeleníteni, ezért egy kis íjászbemutatóval kedveskedtünk a nézőknek, illetve mivel akkoriban is már használtak kelevészt, szabját, illetve fokost, ezért ezekből is egy kis harcászati bemutatót tartottunk. 20 tagja van a szakosztálynak. Fiatalok és idősek is, 6 éves kortól a tiszteletre méltó, akik nálunk az 50. életévtől kezdődően szólítjuk az embereket tiszteletre méltónak. Edzéseket tartunk a Tatai Lovarda volt istálójának a területén, és különféle rendezvényekre járunk, illetve minden év június első szombatján, ami most 7-ére esik, megrendezzük a Tatai tradicionális íjászversenyt. Ez egy országos, illetve mondhatnám azt is, hogy nemzetközi verseny, hiszen külföldről is szoktak érkezni hozzánk résztvevők, és nagyjából ők is a 10. század környéki időszakot képviselik. A bemutatón a gyengébbik nem képviselői is megmutatták lovas, íjász vagy éppen ostorozó tehetségüket. Először az íjászatot kezdtem, utána az ostorozást, végül a harcászati részét kelevézzel és szabjával. Az ostorozást az körülbelül 2 éve csinálom. Hát kicsit nehéz mutatvány volt, szintén mondom, én is féltem. Tehát többször csináltunk már ilyen darabolós játékot úgy, hogy más a kezébe fogja, de az, hogy valaki a szájába vette, ez most volt először, úgyhogy... De szerencsére sikerült. Szerintem ez egy igen nehéz sport, főleg annak, akinek nem olyan erős a csuklója, mint nekem, mert hát az ostorozásnak a lényege, hogy csuklóból kell dolgozni, tehát akkor fog csattanni az ostornak a vége. Szerintem, ha valaki elég sokat gyakorol, talán még akkor se tudja elsajátítani annyira az ostorozás tudományát, mint őseink például a pusztán. Nagyon szeretjük a lovakat, a lovas programokat. Régebben tanultam én is lovagolni. Egy nagyon szép sport. Minden alkalmat meg kell ragadni, hogy népszerűsítsék. Én nagyon szeretem ezt a programot, úgyhogy remélem lesz még többször is. A Szentgyörgynapi lovasünnep programjaiból részletes összeállítást Szerdai Magazin műsorunkban láthatnak.